Március 22-én jó estét kívánok! Önök a Tatai Televízió Mozaik műsorát látják. Telefonszámunk 383-523, amely él az adás ideje alatt. Hívjanak bennünket, a kérdésük, véleményük van a műsorban látottakkal, hallottakkal kapcsolatban. A hagyományokhoz híven 7 órától fél 8-ig a Magyar Televízió egyes csatornájának híradójáig különböző kulturális programokkal várjuk Önöket itt a Mozaikban. Kalauzoljuk Önöket egy kiállításra, amely a Művelődési Házban nyílt, egy mandolin koncertre, mesét is láthatnak, a Színes Iskolások előadásában ebből egy részletet, illetve a Kockás Fülű Nyúl is vendégünk lesz. Bemutatjuk Önöknek azt az országos zenei vetélkedőt, amelyet a Fazekas Iskolában rendeztek, illetve szintén a Fazekas Iskolások közreműködésével egy cseketavi takarítást is. Kezdjük rögtön a kiállítással. A múlt hét végén nyílt meg a Művelődési Központban Ámon Tíme a textiltervező kiállítása. Egyre népszerűbb lesz Magyarországon is a folt mozaik készítés. A formák és a színek variálása végtelen lehetőségeket nyújt a lakáskultúrában. Nem kell hozzá sok minden, csak maradék anyagok, egy kis kézügyesség és ízlés. Amerikából terjedt el és lett egyre közkedveltebb. Ámon Tíme a munkái művészi szinten mutatják be a patchworköt, és bizonyítják, akár háromdimenziós kép is készíthető ezzel a technikával. Kezdtem ezzel foglalkozni, hogy ügyesen voltam a gyerekeimmel otthon. Franciaországban él egy nagynéném, akivel nagyon jó viszonyban vagyok, és rengeteg anyagot kaptam tőle, mivel ő egy francia textilgyárban dolgozott, és mégis így kezdődött az egész. Mindent magamtól tanultam, elején még nagyon nehéz volt, de most már egyre könnyebb. Most is vannak még gondjaim, de próbálkozom. Elvileg le kéne rajzolni, csak az az igazság, hogy én inkább a fejemben látom a dolgokat, és ezért nem nagyon szoktam lerajzolni. Ennek mondjuk vannak hátulütői, és nem mindig sikerül úgy, ahogy szeretném, akkor újra kezdem inkább az anyagból, mint hogy papíron rajzolj. Alapvető technikákat szerettem volna mindenképpen bemutatni. Elsősorban azokat a technikákat, amit szerintem mindenki meg tud csinálni, el tud sajátítani, az egyszerűbb dolgokkal próbáltam meg variálni. Alapvető technikák, ez a csíkvarás például, amit itt lehet látni, akkor a tér a térben, az mondjuk egy bonyolultabb dolog a csillagminta, akkor itt ez a kocka a térben, és ami itt látható, ez a hunyhó technika. Ezek az alapvető dolgok, amit egy patchworkös szerintem mindenki tud. Valaki azt mondja a kiállítás után, hogy nekem ez rettentesen tetszik, és meg szeretném csinálni, mennyi időbe telik, mire megtanulhatja? Tehát kézügyességtől függ, meg szorgalomtól szerintem. Mégis, hogyha valaki nekiáll egy takarónak, én azt javaslom mindenkinek, hogy előbb egy párnával kezdje, és amikor úgy érzi, hogy biztosra megy, akkor álljon neki egy nagyobb munkának. A kiállítás a Művelődési Központban látható. Az államalapítás 1. évfordulója alkalmából a Magyar Zenei Tanács zenei vetélkedőt hirdetett általános és középiskolások számára. A zenei vetélkedő 5 fordulójából az egyiket a Fazekas utcai általános iskolában szervezték. Honnan indult a gondolat, hogy egy ilyen játékot szervezzenek Önök, egy országos játékot? Ez a gondolat nem baj, ez pontosan 40 éves, mert 40 évvel ezelőtt indítottuk útnak, mint a Magyar Rádió munkatársai, az országos játéksorozatokat, játszunk zenét, hiszen innen Dunántúl, koncertó, legutóbb a két játszunk operát, és persze még nagyon sok mást is, és arra gondoltunk, hogy be kellene ezt tetőzni az 1000 éves államalapítás évfordulója alkalmából, és így gondoltunk arra, hogy végigjátsszuk az országot egy zenei történelmi játékkal. Hányadik helyszín Tata? Tata most azt hiszem, hogy pontosan a 28. Úgyhogy még van hátra egy jó néhány város, ahova ellátogatunk, de voltunk egészen kis községekben is, ahol nagyszerű, teljes tudással adtak számot a gyerekek. Nagyon szeretik a magyar zenét, nagyon szeretik a történelmet, így együtt a kettőt, valóban az ezer esztendőt tárják fel, tudásuk legjavát adva az általános és a középiskolások is. Első hallásra talán meghökkentő, mert honfoglalás muzsikával a magyar zene 1000 éve a feladat. Hát ez persze egy embernek a fejében nehéz, de semmi egyebet nem kérünk most az alapjátékoknál, mint annak a tankönyv sorozatnak az adatait, illetve dallamait, amit minden falusi gyerek is ismerhet Magyarországon. És ezen épül a játék továbbra is. Lesz majd egy jegyzet, Falvi Zoltánnak a Magyar Zene Történet című főiskolai jegyzete,
amely már speciálisabb megvilágításba helyezi az egyes jelenségeket, és ezt a kollégák nem sokára kézbe kapják, és készülhetnek a mostani alapjáték után a megyei döntőre, majd később a területi döntőre, és legvégső soron pedig az országos döntőre. A kollégák rendkívül lelkiismeretesen készítették elő a gyerekeket. Egyfelől mindenki tud például szép gregorián éneket énekelni latin nyelven, mindenki tud nagyon régi magyar népdalt énekelni, ami talán rokona is a gregoriánnak, ugyanakkor a régi stílusnak és az új stílusnak a különbségeit is érzik, tudják, éneklik a gyerekek, és külön élményt jelent a zsűri számára is, és nekünk is, mikor régi magyar táncok elevenednek meg. Hol egy legény egy szál magában táncol, hol az egész csapat énekel és táncol, hol pedig művészi kíséretet adnak hangszerekkel a gyerekek. Ez mind-mind hozzátartozik most már az ő teljes zenei világképükhöz. Sok-sok választható helyszín közül hogyan lett végül is házigazdája a Tatai Fazekas utcai általános iskola ennek a rendezvénynek? Igazándiból felkérés alapján vállaltuk, mint iskola. Két helyszín lett volna lehetséges, az egyik Tatabánya, a másik pedig Tata, és tanár úr, Varga Károly tanár úr úgy gondolta, hogy most már nagyon sok zenei vetélkedőnek a állogatója zajlott Tatabányán, ezért úgy gondolta, hogy megpróbálja a mi iskolánkat felkérni erre a fontos feladatra, és hát mi úgy gondoltuk, hogy ez nagy örömmel eleget teszünk, hiszen az iskolánkban még nagyon kevés verseny zajlott eddig. Mennyire van megelégedve az iskola tanulóival? Azt hiszem, hogy amennyi idejük volt a gyerekeknek felkészülni erre a nagyon nívós versenyre, vetélkedőre, eleget tettek az előttük álló feladatoknak, nagyon keményen versenyeztek, azt hiszem, hogy talán egy picit nagyobb figyelemmel, fegyelemmel még jobb helyezést tudtak volna elérni, de nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen három csapatot is felkészíthettem erre a nagy vetélkedőre. Ti vagytok a nagyok között az egyetlen ötödik osztályos csapat. Ennek ellenére mégis bekerültetek a továbbjutók közé. Mennyit készültetek erre a játékos vetélkedőre? Hát sokat készültünk, mert februárban szólt a Zsuzsa néni, hogy mindenki kap egy 5., 6., 7., 8. osztályos könyvet, és azt kell átnéznie. És hát ezt sikerült átnéznünk, és tegnap kérdezett tőlünk Zsuzsa néni, és még tegnap is gyakoroltunk, és végülis sokáig tartott a felkészülés, de hát sikerült. Milyen érzés volt a nagyokkal együtt versenyezni, játszani? Hát először azt hittük, hogy nagyon hátrányban vagyunk, mert még kicsik vagyunk, de aztán, mikor már hallottuk, hogy tovább jutunk, akkor már nagyon örültünk. Mikor lesz a döntő? 2000 áprilisában. És 2000 májusában azzal ér majd véget a nagy sorozat, hogy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara legalábbis a tervek szerint egy nagy ünnepi hangversenyt ad Budapesten az országban résztvevő, valamennyi résztvevő általános és középiskolás számára. Ha városi parkra vonatkozó nagy takarításról van szó, akkor a felnőtt utazó klubjára, illetve a Városgazda KHT-n keresztül a diákokra mindig lehet számítani. Ez történt szombaton is, amikor is Fazekas utcai diákok a Városgazda KHT képviselőivel, vezetőivel együtt az angol kertet takarították. Ez itt egy hársfasor, mi több, egy hársfákkal szegélyezett sétaút, melyet valamikor azért alakítottak ki, hogy a kisállomás felől Tatára érkezők kellemes benyomásoktól telve, kellemes érzülettel sétálhassanak be a városba. A hársfák délcegen állnak, az út jól kivehető, csak hát éppenséggel nem vezet már sehova. Illetve az angol kertnek arra a végére mutat, amelyet az evolúció melléktermékeként keletkezett, s csupán formára az emberre hasonlító képződmény szeméttelepnek használ. S nem csupán csoki papírokat, ivóleves dobozokat, papírzsebkendőket rejt a bozót, ami a játszótér környékén szinte természetes, de könnyen kezelhető probléma lenne, hanem van itt más is. Főként háztartási hulladék, ide borítják a szemetet, itt az erdőbe már találtunk olajkályhát, hűtőszekrény, mosógépet, és sajnos van olyan úgynevezett ipari hulladék, hát egy nagy teherautónyi, nem mondanám azt, hogy egy vagonnyi gumiabroncsot, tehát személyautó gumiabroncs került az erdőbe, nem tudjuk a tulajdonosát kinyomozni, nem tudjuk rábizonyítani, hogy ki ez.
Most ezt az erdőből kihordjuk, és azt hiszem, hogy Beremendre kerül, ahol újra hasznosítják ezt a gumiabroncsot. Már tavaly is a Fazekas úti általános iskolában az első szóra a szabadtéri színpadot egy nagyon kedves kis aranyos általános iskolás csapat kigazolta és segített. És akkor, amikor én megmutattam ezekről a gumikról ezt a felvételt, ami szintén itt az erdőbe található, akkor az első szóra jöttek. Jöttek, segítettek, semmiük győznek is, mert hogy ezzel az akcióval részt vesznek egy országos közterület szépítési versenyen. Végül pedig címzett, akire tartozik, mosógépet, olajkályhát, gumiabroncsot ne cipeljen az angol kertbe. A Városgazda KHT április 12-től a tavaszi lomtalanítás idején házhoz megy érte. Egyébként 1000 darab gumiabroncsot szedtek össze az olajkályha és a többi mellett a gyerekek, és a Városgazda KHT felnőtt tagjai, akik ott voltak és segítettek a gyerekeknek, utólagosan is elnézést kérnek a szülőktől, amely a gyerekek tetőtől talpig szutykosan mentek haza, de hát erre nem számítottak mondjuk, hogy ennyire koszosak lesznek a gyerekek. Tehát még egyszer köszönet és elnézést. Egyébként pedig a tavaszi lomtalanítás időpontját részletesen a Tatai Képújságban, a televízió képújságában olvashatják majd. Előzetesen csak annyit, hogy az első körzet, amely az Országgyűlés tér, az Agostyáni utca, a Somogyi Béla utca, az Almási utca, a Bajcsi-Zsilinszky utca, a Bacsó Béla utca, a Mikovényi utca és a rácsatlakozó mellékutcákat, valamint a Bacsó Béla úti lakótelepet érinti. Itt a lomtalanítás időpontja április 12-től 14-ig lesz, tehát 12-én reggelre már ki is tehetik a feleslegessé vált holmikat, és a Városgazda KHT elszállítja. Továbbá azt is szeretném elmondani, hogy szívesen biztosítanak mindenki számára, aki a lakóközösségében úgy gondolja, hogy összefognak és kitakarítják, például Kertvárosban is vannak ilyen kritikus játszóterek vagy kritikus pontok, tehát ha kitakarítják az erdőrészt és a többi, akkor a Városgazda KHT szívesen felajánlja, hogy elszállítja az összegyűjtött szemetet. A színes iskolások színkörének volt előadása az elmúlt héten csütörtökön a Művelődési Házba. A század előn íródott Kék Madár történetét dolgozták fel, és kicsit el is csúsztak vele, hiszen karácsonyra tervezték a bemutatót, viszont megérte várni, azért csúsztak, mert a színkör törzstag száma folyamatosan bővült. A gyerekek folyamatosan egyre többen szerettek volna szerepelni a darabban, ami azt eredményezte, hogy a végén már 40-en voltak színpadon. Az iskolások és a pedagógusok által közösen átírt darabot, tehát elmúlt héten csütörtökön mutatták be, ebből láthatnak most egy részletet. Gyerekek! Mondjátok, nálatok van a kék madár? Van egy madarunk, de az egyáltalán nem kék. Nézd csak meg, egyszerűen szürke. És én nem is adnám neked. Miért? Mert az enyém. Ez nem is kellene, mert ez nem elég kék. Még hogy kék, kihallott már ilyen butaságot. El kell mennetek, és meg kell keresnetek, mert szükségem van rá. De mi nem tudjuk, hogy hol van. Én sem, azért kell megkeresnetek. Az unokámnak nagy szüksége van rá, mert beteg. Mi baja? Senki sem tudja bizonyosan, nem tud járni. Ki vagy te tulajdonképpen? Én Berlin Tündér vagyok. Tündér? Hát pedig egyáltalán nem úgy nézel ki. Inkább a szomszéd nélire hasonlítasz. Pedig, ha mondom, figyeljetek csak. Mutasd, mi az? Ács csak egy közönséges kalap. Kalapja sok embernek van, attól még senki nem lesz tündér. Tudsz-e mutatni valamit, ami csak a tündére tudod? Még hogy közönséges kalap. Rajta van a mindent látó nyilván. Fölteszed, mert látod a dolgok lelkét. Például a tűzét, a vízét, a fákét. A cukorét is? Na te is csak el tudsz gondolni. Gyere csak, hogy tudod a kalapot. Na tessék, most már minden dolog megmutatja neked a lelkét. Nézd, milyen szépen táncol! Nem is táncol, hanem inkább folyik. Olyan szívesen megérinteni. Ne nyújj hozzá, vizes leszel! Talán jobb lenne, ha hazamennék.
lennétek? A két madarat keressük. Úgy sem találjátok meg. Sokan keresték, de senkinek sem sikerült. Te sem láttad, kedves tölgy? Tegnap, mikor a naplementét néztem, itt pihent meg az egyik ágam. Merre repült? A mezők felé. Gyorsan, gyorsan, kussatok! Megint jön a vihar! Kik vagytok? Mint a téged, ismernének. Igen, sokszor találkoztunk a háztetőkön nyári éjszakákon. Mesélj, milyen rajtól vagytok? A barátaim, és azért jöttek, hogy megkeressék a két madarat. Jó, micsoda időket élünk! Egy perc nyugtom sincsen. Mit akar hát az ember? Minden kell neki? Nektek kell megtalálnod. Én őrzöm az éjszaka titkainak kulcsait. Mindent akartok látni? Igen, mindent szeretnék. Tessék! A csillagok! Milyen szép! Táncoltam a szűzzel. Na igen. Jaj, nem fáztál meg? Nem égetted meg magad? Á, de meg. Csak álmodtuk. Persze, csak álmodtuk az egészet. Még szerencsét semmi bajotok. Tessék! Jó napot kívánok! Hagyom Isten mindenkinek, hogy tudod egy kis kóstolót a karácsonyi vacsorát. Doktor! Szia! Gyertek, gyerekek, odaadjuk az ajándékokat! Boldog karácsonyt! Köszönöm, apa! Neked is boldog karácsonyt! Köszönöm szépen! De jó autó! De szép, apa! Jaj, de szép kör! Hogyha fél nyolc után a Magyar Televízió egyes csatornájának híradója után, azaz 8 órától is velünk maradnak, akkor láthatják majd a Tatai híradóban az elmúlt hét eseményeinek képes összefoglalóját. Vendégünk lesz Noll Dénes, az a megyei egészségbiztosítási pénztár igazgatója, aki egy polgárbarát ügyfélszolgálatról beszél majd önöknek, amelyet Tatán indítanak be. Ezen kívül bemutatjuk önöknek Szirtes László gyermekfilozófiáról szóló új könyvét, valamint egy bővebb összeállítást láthatnak Újhegy régi problémákkal címmel. Ezután az Utazás 99 kiállításon, amely a jövő héten kezdődik, illetve ezen a héten kezdődik Budapesten, a Komárom-Esztergom megyét bemutató filmet láthatják majd, amelyet a Tatai Televízió készített. Ez lesz tehát a kínálatunk 8 órától. Most pedig a Magyar Televízió egyes csatornájának híradójáig nézzék meg arról az izraeli együttesről készített összeállítást, akiknek az elmúlt hétvégén volt koncertjük itt Tatán a Művelődési Házban, és mandolinon játszanak. A 28 tagú mandolin együttes játékával ismerkedhettek a látogatók pénteken. A zenekar Izraelben közismert, de ez az első külföldi turnéjuk. A mandolin hangszerek az 1940-es évektől terjedtek el a kibucokban, ahol főleg zeneoktatásra használták őket. A zeneszeretők összeálltak és zenekart alapítottak. A Hegy és Völgy Húrjai Együttes 10 éve működik.
A koncertkör itt Székesfehérvárról indult, és azt hiszem, hogy az első koncert, miután leszálltunk a repülőgépből, a Baracska intézetbe volt, és az nagyon érdekes, humanista koncert volt. Szerintem egy megható életmény. Ez az együttes 10 éves, mostan 10. éve. Én vagyok a 3. karmestere. Előttem egy magyar származású karmester szintén vezényelte, és én már 3. éve dolgozok velük. Mostan a Megidói önkormányzat együttese, ami a kibucok és a völgyi településekből jövő 28 tagjai, majdnem 15 településből jövő. Egyszer hetente dolgozunk 2,5 órát nettó zenét, és így szedjük össze a műsort. Zeneszeretők, nem zenészek, nem professzionális, van közöttük szerintem egy vagy két zenetanító, nem csak egy. A többiek munkás emberek és gyári munkások, stb. Csak zeneszeretők, akik gyerekkorban tanultak mandolinázni. És mostan, mint felnőttek is tovább folytatják a zeneszeretetből. A repertoár mindenféle, klasszikus zenétől kezdve, speciális feldolgozások, népzene, izraeli, szintén népdallamok és klasszikus izraeli zene, komoly zene is. Az együttesünk 28 tagú, és úgy, mint a vonós hangszerek együttese, szét van osztva csoportokra, két mandolin csoportra, és második, aztán a mandola, mind a brace, az alto, a gitáros csoport, ami a cellót helyettesíti, basszusgitár és szintetizer a betöltésre, harmonizáció betöltésére. Most itt ma mit fognak játszani? Ma szintén ugyanazt a műsort, ami keverve van ezekből a speciális műkből. Mint már mondtam, mi lesz a pontos műsorunk? Hát az 16 vagy 18 darab mindenféle zene. Kettedikén köszöntöm Önöket, kedves tatai nézőket, akik minket választottak az est következő egy órájára. Lesz természetesen tatai híradó elsőként, amelyben az elmúlt hét eseményeinek képes összefoglalóját látják. Lesz önkormányzati hírek, utána a stúdió vendégünk lesz Noll Dénes, a megyei egészségbiztosítási pénztár igazgatója, aki egy új ügyfélbarát, polgárbarát ügyfélszolgálatról beszél majd nekünk, amelyet Tatán nyitnak április 1-től. Új könyvet jelentetett meg Szirtes László tanár úr, és a gyermekfilozófiáról szól. Újhegy régi problémákkal, ez egy bővebb összeállításunk címe, amelyben az újhegyi lakók gondjaival foglalkozik kollégám.
Ezek után pedig, mivel a héten nyílik Budapesten az Utazás 99 kiállítás, azt a filmet láthatják, amelyet majd az Utazás 99 kiállítás látogatói is megnézhetnek Komárom-Esztergom megyéről, amelyet a mi stábunk készített. Maradjanak velünk, telefonszámunk 383-523, hívjanak bennünket. Elsőként tehát a Tatai híradót ajánlom figyelmükbe, amelyben beszámolót hoztunk arról, hogy ülésezett a Védelmi Bizottság, a tőzsdéről volt szó az Utunk az Európai Unióba című sorozat következő előadásában, elmúlt előadásában. Új, ezúttal vegyi megoldással jelentkeznek azok, akik szeretnék megtisztítani az öreg tóvizét. Civil kezdeményezésre vöröskeresztes csoport alakult az Újhegyben, illetve Tatán is fogható a Magyar Sportcsatorna, a Hungaros Sport. Ülést tartott a Tata székhelyű helyi védelmi bizottság. Bizonyára mostanában sokat hallottak a védelmi bizottságok munkájáról, sajnálatos módon az észak-magyarországi árvizek, belvizek következtében. Hála Istennek nálunk nem ilyen jellegű feladatokkal kell foglalkoznia egyelőre, illetve most jelen pillanatban a Védelmi Bizottságnak. Szeretném elmondani, hogy Komárom-Esztergom megyében 8 darab helyi védelmi bizottság működik, ezek közül az egyik a Tatai székhelyű, ahová Tata város és a hozzánk tartozó 7 kisebb település tartozik. Mai ülésünk témája volt részben a bizottság elnökének beszámolni az elmúlt bizottsági ülés óta történt eseményekről. Itt szerencsére nem kellett komolyabb dolgokról beszámolni, talán csak azokról az eseményekről, amik Tadán történtek, ugye itt a bomba megtalálása és sajnálatos módon a havazás után a háztető összedőlések ügyéről. Másik napirendünk pedig a bizottság szervezet és működési szabályzatának a módosítása, illetve egy új szabályzat megalakítása volt. Ezt követően pedig a mai ülés második blokkjában egyfajta továbbképzést kaptak a bizottság tagjai, hiszen jelen voltak olyan szervezeteknek a vezetői, például Marsi László ezredes úr, aki a megyei polgári védelmi bizottságnak a titkára. Továbbá jelen volt a helyi védelmi bizottságnak is egy magasrangú képviselője, valamint a rendőrség részéről voltak képviseltetve, az Állami Népegészségügyi és Tisztjogosi Szolgálattól, valamint a tűzoltóságtól. Hát ezek a szervezetek tájékoztattak bennünket, ugye a bizottság alapvetően polgármesterekből áll össze, ezeket az embereket időnként továbbképezni kell az aktuális feladatokkal kapcsolatos teendőikről, és ezeket nem árt évente felfrissíteni, tulajdonképpen erről szólt a második blokk. A jelek alapján védve vagyunk akkor? Hát igazából ez akkor derül neki, hogyha éles helyzetbe kerülnénk. Én nagyon bízom benne, hogy ilyenre nem fog sor kerülni. Viszont ha azt látjuk, hogy azok az emberek, akik mondjuk Észak-Magyarországon most ezekkel az ügyekkel foglalkoznak, ők is tulajdonképpen teljesen váratlanul kerültek ebből a helyzetbe, és úgy tűnik, hogy nagyon jól megállják a helyüket. Én nagyon bízom benne, hogyha véletlenül, ne adj Isten, ilyen helyzetbe kerülnénk, akkor mi is meg tudnánk állni, meg tudnánk felelni a kihívásoknak. Az Utunk Európába sorozat legújabb állomásán kiderült, hogy félreismertük a tőzsdét. Az utóbbi egy évben a tőzsdéről rengeteg mindent lehetett olvasni. Én azt gondolom, hogy az emberek nagy része ezt rémüldözéssel vette figyelembe, vagy olvasta, de igazából senki nem tudja, hogy mi az a tőzsde. Egy picit fetisizálják az egészet, holott ez egy nagyon-nagyon racionális piac. Európába tartó utunkon tőzsde is lesz? Hát én bízom benne, hogy igen, bár lehetséges, hogy ebből a szempontból inkább Amerika felé tartunk egy picikét, hiszen a magyar tőzsde az egy érdekes keverék tőzsde, részben a német típusú tőzsdéknek, részben pedig az angol száz, illetve amerikai tőzsdéknek az elemeit is megtaláljuk benne. Mennyire érinti az átlagembert a tőzsde? Én azt gondolom, hogy egyre inkább, mert az embereknek, főleg azok, akik egy picikét tartalékolni tudnak, a fölösleges pénzeiket be kell fektetni. Lassan-lassan megszokjuk azt, úgy, ahogy az embernek van fodrásza, van fogorvosa, kell, hogy legyen majd egy brókere, aki ez, ha elmegy, és elmondja, hogy neki van 100 ezer forintja, vagy 1 millió forintja, akkor ez a bróker megmondja, hogy mibe fektesse bele, milyen papírokat vásároljon, mit csináljon ezekkel a papírokkal, hogy a nyugdíjas éveiben majd egy kicsit könnyebben tudjon élni. Az
két év alatt fürdésre alkalmas vize lenne az öreg tónak, hangzott el az osztrák Purakva cég és a polgármester hivatal által szervezett tájékoztatón. Úgy ítéltük meg, hogy a bővebb információ kedvéért meghívjuk közvetlenül az ajánlatadókat, hogy közvetlenül tájékoztatassák az érintett szakhatóságokat, hiszen ez az ajánlat ez keresztül megy egy szakhatósági véleményezési eljáráson. A meghívottak között voltak a döntés előkészítésében résztvevő szakhatóságok, valamint városunk civil szervezetének képviselői is. Az osztrák ajánlatban szereplő vegyi megoldás már évekkel ezelőtt is ismert volt. Ennek során a felső iszap réteget kötnék meg. Különböző technikai megoldásoknak köszönhetően függetlenedhetne a tó az általér vízminőségétől, és nem lennénk kiszolgáltatva a felső vízgyűjtő terület szennyezéseinek sem. A kérdések egy része mutatta, hogy sokan idegenkednek a vegyi megoldásoktól. Az ajánlattevő arra törekszik, hogy legalább egy előszerződést kössön az önkormányzattal. A tervezett munkák különben 800 millió forintba kerülnének, amelyre Tatavárosnak nincsen meg a pénze. Kormányzati és bankgarancia, kisleltetett kölcsön, ezek voltak tehát a varázsszavak a tanácskozáson. Az osztrák ajánlat ügyében az önkormányzat előreláthatólag egy hónapon belül dönt. Tovább bővült városunk vöröskeresztes alapszerveinek száma. Itt az Újhegybe megszerveztük általam a Vöröskereszt alapszervet. A mai naptól kezdve hivatalosan Vöröskereszt alapszerv működik, akikkel a lakosság problémáit, szociális és egyéb problémáit meg akarjuk oldani. Felvállaltuk, hogy segítünk az önkormányzatnak, hogy szociális kosárba kerüljenek a rászorulók, és tudjunk a lakosságnak valamit segíteni. Az 50 taggal megalakult alapszervezet tagjai remélik, hogy hamarosan saját helyiségben tudnak működni az Újhegyben. A közelmúlttól két új állomással bővült a városi kábelrendszeren fogható adók száma. Az RTL közelében a Zonder 15-ös csatornán található a Hungarian Sport adása. Az új magyar csatorna naponta 14-től 24 óráig, míg vasárnap reggeltől éjfélig sugároz majd. Szerepel a kínálatukban fitness magazin, szabadidősport, 6 élő közvetítés hetente, valamint kitekintés a világ sportjára. A nézők kérésére a Zonder 16-os csatornára visszakerült a német nyelven sugárzó ProHét csatorna. Az önkormányzati hírekben késtérségi idegenforgalmi tanácskozásról számolunk be, valamint arról, hogy a tatai székhelyű kommunális vállalatok, illetve a város vezetői találkoztak. A téma pedig a tanácskozáson a kiegyensúlyozott együttműködés lehetősége volt. ...1996 óta első ülését tartotta a Kistérségi Területi Idegenforgalmi Bizottság, melynek az alapszabály értelmében évente kéne üléseznie. A Gazdasági Minisztérium az ősszel megválasztott új polgármestert, Hetényi Tamást kérte fel az elnöki teendők ellátására, és a továbbiakban is számít a régi elnök Kerti Katalin tapasztalataira. A területi bizottsága a Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottságnak lényegében összekötő kapocs lesz az idegenforgalmi kormányzat és a települések idegenforgalmi vendéglátóipari vállalkozók között. A régióban, amelynek ugye Tata központja és nemzetközileg is ma már elismert idegenforgalmi adottságokkal rendelkező város, az idegenforgalom fejlesztésének, a marketing munka koordinálásának fő gazdája felelőse lesz. Nagyon jó dolog, hogy a települések polgármesterei, az idegenforgalmi vállalkozók, az érdekelt szakmai szervezetek képviselői, a bizottság tagjai, így a sok érdekelt szervezet együttműködésével elő tudja segíteni a turizmus sokoldalú fejlesztését Tata térségében, a tatai kistérségben.
mit várhatnak felülről az itteniek, a kistérség? Hát elsősorban szakmai és pénzügyi támogatást. Örömmel tájékoztathatom arról, hogy már a legutóbbi pályázatokon is nagyon jelentős pénzeszközöket kaptak a pályázók, mind a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére, mind a rendezvényekre, mind a prospektusokra, marketing munkára, és úgy néz ki, hogy az előkészítés alatt lévő pályázatokat is a turisztikai célelőirányzatból segíteni lehet. Egyébként az eredményeket bizonyítja, hogy például múlt évben az európai jelentőségű virágosítási versenyben Tata az első helyet érte el, és ezeket az akciókat, egyéb programokat, kulturális, sportolási, szórakozási lehetőségeket is azért a pénzügyi támogatásunkkal segítettük, és reméljük, hogy ezzel mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy ez a térség fejlődjön. Megemlítem, hogy a közelmúltban jelent meg a régióról 300 ezer példányban 9 nyelven egy régiós prospektus, amelyben megfelelő súllyal szerepel Tata, illetve ez a kistérség, és most adtuk ki a régióról azt az eseménynaptárt, ami az ezévi legfontosabb kulturális, sportolási, szórakozási lehetőségeket, nagy rendezvényeket, természetesen a tatai, Tata térségi nagy rendezvényeket is bemutatja. Az eddigi jó kapcsolatok tartóságában bízva tárgyaltak a tatai székhelyű kommunális vállalatok vezetői, illetve városunk vezetői. Úgy érezzük, hogy a feladatunk az kötődhet a városhoz, nem csak azért, mert Zöme itt született, itt él, itt alkott, hanem mint vállalat is azért némi adót fizet a városnak, és tevékenységével úgy a kéményseprők temetkezés parképítő hozzájárul a város működéséhez. Ezért gondoltuk úgy, hogy lehetőséget élünk, hogy a város vezetői eljönnek, és közösen gondolkodjunk egy kicsit a tovább lépésről és az együttműködés lehetőségéről. Ez esetlegesen megbízásokat is jelenthet? Mi indulunk a pályázatokon, amit a város kiír, ezek részben nyerünk, részben nem nyerünk, ez versenyhelyzetben természetes. Igen, ilyen jellegű együttműködés, és a Virágos Város mozgalomban azért mi szeretnénk szakmai segítséget adni, természetesen díjtalanul ezzel is segítve a városnak a versenyben esetleges pozitív helyezését. Abba bízunk, hogy ugye ezzel az új politikai és gazdasági vezetéssel a városban jó kontaktust fogunk tudni teremteni, és együtt fogunk tudni működni az elkövetkezendő 4 évben. Mi a mi szempontunkból, ugye a temetők szempontjából is fontos az együttműködés, van egy csomó tennivaló, amit össze kéne hangolni a várossal. A városnak is van tennivaló, nekünk, mint üzemeltetőknek szintén tennivaló. Melyik a konkrétumok? Tehát gyakorlatilag a Környei úti temetőben vannak építési munkák, ami hát ugye önkormányzati tulajdonú temetőben, mi, mint üzemeltetők ténylegesen nem veszünk részt az építésben, de most egy olyan koncepciót állítunk fel, tudván azt, hogy a városnak anyagi nehézségei vannak, mi ezt szeretnénk egy hosszú távú együttműködés keretében elősegíteni. Az együttműködésnek milyen formáit tudja elképzelni a tatai önkormányzattal? Tatával is és minden önkormányzattal, különösen Tatával ugye jó kapcsolatot kell kialakítanunk, mert itt van a székhelyünk, itt működik egy kirendeltségünk is, de ugyanezt elmondhatnám minden megyei városra, sőt minden megyei településre, tehát községekre, falukra is igaz ez. A önkormányzatokkal, mivel mi a hatósági munkába is részt veszünk, különösen érdekeltek vagyunk abba, hogy jó legyen az együttműködés, mert ezt a jó kapcsolatot, személyes ismerettséget ezt a mindennapok során apró pénzre tudjuk váltani, és mindez természetesen a lakosság és az intézmények minél gyorsabb ügyintézése céljából tudjuk teljesíteni, és ott fogjuk kamatoztatni is ezt az együttműködést, illetve ezt a jó kapcsolatot.
Keres, kínál, Magyar Bazár. Most már kedden és pénteken is. Magájellegű apró hirdetését ön is ingyen adhatja fel, például Tatán a Comturisztnál és a Galéria hírlapboltban. Eladna, venne? Több ezer apró árakkal a Magyar Bazárban. Megjelenik kedden és pénteken. Keresse az újságárusoknál. Tatai cserép. Az évszázados tapasztalat biztonsága, a legújabb kor technológiája, a természetes anyag eredeti szépsége. Tatai cserép. A biztos fedél. Telefonszámunk 383-523, hívjanak bennünket. Köszöntöm a stúdióba Noldénest, a megyei egészségbiztosítási pénztár igazgatóját, jó estét kívánok! Mai beszélgetésünk apropója pedig az, hogy április 1-jével úgynevezett polgárbarát ügyfélszolgálati iroda nyílik Tatán. Mit jelent ez, hogy polgárbarát ügyfélszolgálat? Én úgy pontosítanék pontosan, hogy ügyfélbarátnak hívnánk ezt a szolgáltatást. Gondolom az állampolgároknak a régi vágya teljesülhet azzal, hogy kimennénk, közelebb mennénk az ügyfelekhez. Ez azt tartalmazza, hogy az ügyfeleknek a tájékoztatása, a felvilágosítása, az egyéb társadalombiztosítás területén jelentkező információk átadása, valamint azokban az ellátó rendszerekben, amiben részesül az állampolgár, azokat segítenénk, hogy mi hamarabb megkapja ezeket az ellátásokat, a nyomtatványok kitöltésében és egyéb információadásban próbálunk az állampolgárok rendelkezésére állni. A miniszterelnöki hivatal politikai államtitkár, aki a társadalombiztosítási alapokat felügyeli, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója hirdette meg ezt, hogy országosan nem csak Komárom-Esztergom megyében, hanem valamennyi megyei egészségbiztosítási pénztáraknál azokban a vonzás körzethez tartozó városokban, ahol kb. 20-25 ezer ember tartozik, tehát a településeket értem alatta, menjünk az ügyfelekhez, és ezért polgárbarát, ügyfélbarátnak hívom ezt a szolgáltatást, mert azokat az ügyes-bajos dolgokat közvetlen munkatársaimmal meg tudják beszélni. Igaz, hogy ez még nem azt jelenti, hogy ott a helyszínen történik mondjuk egy tápíznek a megállapítása, kifizetése, hogy az első lépés megvan, hogy az információszerzés, a nyomtatvány kitöltése ne bent a megyei pénztár központjában Tatabányán, hanem a városokban történjék. A megyei pénztárban, az ügyfélszolgálati irodákban nagy a forgalom? Mekkora forgalmat bonyolítanak? Eléggé nagy a forgalom. Azzal a változással, hogy 99. január 1-től azt tudni kell itt az igen tisztelt állampolgároknak, hogy a járulékbehajtás, valamint a járulékbeszedés, illetve a járulékkal kapcsolatos ügyek intézése az adóhivatalhoz került. Ezáltal csak a szolgáltatás terület van a megyei egészségbiztosítási pénztár, nál, így az ügyfélforgás egy kicsit, az ügyfél mozgás egy kicsit lecsökkent, de a változásra tekintettel, hogy 99. január 1-től a gyermeknevelési támogatás átkerült a polgármesteri hivataloktól a megyei egészségbiztosítási pénztár, illetve kirendeltségekhez, valamint az, hogy a kifizetőhelyektől a nyugdíjfőség igazgatóságtól, valamint a vasúti igazgatóságtól a családi pótlék, a családtámogatás, azt a pénztárak látják el január 1-től. Az ügyfélforgalomban, az ügyfelek számára ez a január 1-i változás, 1-től érvényes változás jelente valamit? Hát lényegében nem jelent, annyit jelent, hogy az igényt nem a polgármester, ha most a gyermeknevelési támogatásra gondol, akkor a polgármesteri hivataloktól vettük át ezt a feladatot, és nálunk a szolgáltatással együtt, mert a családtámogatási rendszer ebben a reformcsomagban együtt szerepel a gyermeknevelési támogatással, tehát a gyermeknevelési támogatás szabályait, törvényszabályozza, mi a feladatot vettük át, és a folyosítást is mi végezzük a polgármesteri hivatalok helyett. Április 1-én hol nyílik ez az iroda? 5 városba gondoltuk, és 5 városba indítanánk egyelőre kísérleti jelleggel, és az 5 városban benne szerepel Tata városa is. Az 5 város Tata, Oroszlány, Kisbér, Komárom és Nyergesülfalu. Természetesen megmarad az ügyfélszolgálat Tatabányán és vonzás körzetében, valamint Esztergomi kirendeltségünknél és vonzás körzetében. Helyileg Tatán hol lesz az iroda, és meddig tart nyitva? Tatán sikerült nagyon konstruktív együttműködést kötnünk a polgármester hivatallal, illetve kimondottan jegyző úrral, akivel én személy szerint tárgyaltam.
az ügyfelezés a polgármesteri hivatal ügyfelező helységében fog megvalósulni. Az első alkalommal április 19-én találkoznánk az állampolgárokkal, két hetes ciklusban, tehát egy hónapban két alkalommal. Ez 8 órától 12 óráig, illetve 13 órától 15 óráig tartana. Konkrétan miben tudnak segíteni az önökhöz fordulóknak? Mint már említettem, elsősorban ennek a úgynevezett kísérleti jellegű polgárbarát, ügyfélbarát szolgáltatásnak az lenne a lényege, hogy felvilágosítást szeretnénk adni, egy általános tájékoztatást szeretnénk adni az állampolgároknak, mert nagyon az a véleményem és a tapasztalatom és személyes tapasztalatom, hogy nincsen kellő információ, nem rendelkeznek kellő információ egy jogszabályváltozást követően. Segítenénk a nyomtatványok kitöltésében, mert óriási jelentőség van egy nyomtatvány kitöltésén a tekintetben, a szolgáltatás mikor kapja meg az állampolgár, például a táppénz, ha rosszul tölti ki azt a nyomtatványt, akkor megy a levelezgetés a munkavállalóval, és az állampolgár később jut a megérdemelt szolgáltatáshoz. Ezt szeretnénk, hogy neki is van dolga azért, hogy segítene a kitöltést illetően, mi meg elmagyarázzuk, hogy hogy kell kitölteni ezt a nyomtatványt, hogy kell igénybe jelenteni, miben változott a jogszabály, tehát egy sorolóan palettával indítanánk, ami kimondottan elsősorban információátadásra épülne. Ön említette, hogy két hónapig kísérleti jelleggel működik ez az iroda. Három hónap lenne az, amit mondtam, április 1-től június 30-áig. Ez tovább is működne, csak a tapasztalatot akkor szűrnénk le, és hogyha lehetőségünk nyílik rá, és úgy ítéljük meg, és az állampolgárok is igénylik, akkor bővíteni szeretnénk a szolgáltatást. Nem csak kimondottan információ célt szolgálna, és nem csak kimondottan a nyomtatvány kitöltésre teljes tájékoztatást adnánk, hanem érdemben is szeretnénk lépni. Én arra gondolok, ennek természetesen anyagi háttere is van, és technikai, gépi háttere, hogy ezek a polgármesteri irodákban működő kihelyezett fiók rendszerünk esetleg kapcsolatban, gépi kapcsolatban lehetnének az ott működő, tehát mind a kirendeltségen, mind pedig a tatabányai pénztárán működő egységeinkkel, és akkor ott érdemben lehetne mondjuk egy táppénzt elbírálni, vagy egy terhességi gyermekkel segít megállapítani. Tehát akkor már nem csak tájékoztatási jelleggel tudnának működni, hanem konkrétan abban az esetben problémát is tudnának megoldani. Így van, így van. Nold Énes, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és akkor még egyszer pontosan április 19-én várjuk Tataváros kedves állampolgárait a polgármesteri hivatalba. Köszönöm szépen. A most következő másfél percben a városban sétáló kollégám szemével látják majd a különböző tereket. A jó idő beálltával észrevehetően ismét megjelentek a kártevők városunkban. Most nem az ízelt lábú, tollas, négy lábon járó kártevőkről, hanem az élővilág csúcsán trónoló Homo kártevő sapiensről essék szó. Azt mindenki tudja, hogy az öregtó környéki erdőkből télen gyorsabban fogy a fa. De a lovardai strand és a gimnázium közötti részen a kártevő Homo sapiens egy különleges, ritka válfaja, az egyenes gerincű, fázós, kártevő Homo sapiens vágta a fát, az látnivaló. Mert hogy még le sem hajolt közben, csak úgy állva dolgozott. Ráadásul finnyás is lehetett, mert a bőséggel ott található letört gajakból már nem kellett neki. Itt a tavasz, és az eddig csak a nagyobb diszkó környékén garázdálkodó emberszabású kártevők, a Homo diszkó sapiensek mellett már a Homo barbár sapiens is megjelent. Ezt a tényt jelzi a Fáklya úti telefonfülke széttrancsírozása, vagy a Kossuth téri üzletek előtti korlát matyó mintává züllesztése. Sajnos a városunkban szolgálatot teljesítő Homo rendőr sapiens és a Homo polgárőr sapiens egyedek kevés számban tenyésznek, így a tataiak továbbra is számíthatnak a Homo sapiensnek álcázott bábok topzódására. Nagy klasszikusunk Fülig Jimmy mondta Rejtő Jenőnél: nem lehet minden pofon mellé egy közlekedési rendőrt állítani. Kár. Gondolatokról, a gondolatok fejlesztéséről lesz szó a következő percekben. A gyermekfilozófiáról írt könyvét mutatja be Szirtes László. Ez nem a nagy filozófiának a kicsinyített mása. Tehát ezt azt hiszem el kell felejtenünk. Ugyanakkor a gyermekfilozófia nem azt jelenti, hogy gyermekes filozófia. Kiinduló pontunk, hogy a gyermek, tehát a kisgyermek, már az óvodás is,
ahogy rácsodálkozik a világra, a dolog természeténél fogva fölteszi a maga miértjeit. És ahogy felnő, a felnőttkor hogyanjai elfedik ezt az eredeti miértet. A gyermekfilozófia tanításának az a célja, hogy ameddig lehet, fenntartsuk a gyermekekben, a fiatalokban a világra való rácsodálkozás, a mi érdeket. A gondolat az nem a mi fejünkből pattant ki, ugyanakkor a szükségessége az egyenlő módon jelentkezik nálunk is, Amerikában is, és Európa más országaiban. Ez a program az 1970-es évek elején Amerikában indult, és Matthew Lipman logika professzor nevéhez kötődik és fűződik. És ennek nyomán elterjedt Európában, szomszédunkban, Grazban van egy gyermekfilozófiai oktatási központ, de ezen kívül Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, és természetesen az Amerikai Egyesült Államokban foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ennyi éves tapasztalat után bizonyára mérhető, hogy hogyan fogadják ezek a kisgyerekek ezeket az órákat? A többségében a benyomásom nagyon pozitív, és örömteli érzés pedagógusként filozofálni a gyerekekkel. Tudnék, az a kérdés, hogy elbírom-e érni, hogy a gyermek ne katedrán álló pedagógus lásson benne, hanem Platón kifejezésével élve szóba elegyedjen velem, tehát úgy tekintsen partnernek, hogy merjen is velem vitatkozni, és én is tudjak vele úgy vitatkozni, hogy az ne legyen az ő részére, ne úgy élje meg, hogy az leengedő. Ez a munka a Tatai Talentum iskolában folyik, és ebben az iskolában kialakult egy valóságos kis gyermekfilozófiai műhely, amely természetesen átnő a következő tanévtől már a rendes, úgynevezett rendes filozófia tanításába. Vannak-e követői ezen a pályán? Örömmel számolhatok be arról, hogy április 17-én már tartjuk meg Tatán a második tatai gyermekfilozófiai konferenciát. Három évvel ezelőtt volt az első konferencia, ahol elsősorban ennek a gyermekfilozófiának országos művelői, teoretikusai beszéltek a gyermekfilozófia elméleti és kis részben gyakorlati kérdéseiről. A mostani konferencián pedig elsősorban a gyakorlati kérdésekről beszélünk, egyfajta nemzetközi kitekintés is lesz. A könyvtárban kölcsönözhető és vásárolható is Szirtes László tanár úr gyermekfilozófiáról szóló könyve. Kicsit csalóka az elnevezés, ha az Újhegyre gondolunk, ugyanis már a 60-as évektől kezdve családi házak települtek, 60-as évektől kezdve benépesült az Újhegy. A gondjai azonban még most is szinte ugyanazok, mint 30 évvel ezelőtt. Az újhegyi városrészben több mint 4000 ember él. Tatán belül különleges szerepe van, hiszen ipari üzemek, vállalkozások, családi házak és üdülők is megtalálhatók ezen a területen. Az újhegyi emberek évtizedek óta hallatják hangukat. 1964 óta lakok itt. Sajnos a sok ígérgetésből semmi látszatja nem lett. Én az iparűzési adómat ugyanúgy fizetem, mint az a kolléga, aki előtt naponta kétszer elmegy a söprőautó. Ide nem jön a megrendelő, mert nem talál ide az egyirányosítások véget. Ha ide jön, azt mondja, hogy azért többet nem fog ide jönni, mert neki egy autó mosásába kerül, vagy egy tengelytörésébe fog kerülni. A harmadik pedig az, hogy nem talál vissza innen a városba. Nem tudja, merre kell visszamenni. Az utcák állapota, ami nagyon siralmas. A szemét, sajnos néhány lakó olyan, hogy kihordja a szemetet, itt a hátunk mögött is meg lehet nézni. Évek óta, legalább 10 éve próbálom elérni úgy a polgármesteri hivatalon keresztül, hogy felszólítani a tulajdonos, hogy vagy kerítse el, vagy művelje meg a területét, vagy adja el.
se eladni, se megművelni, se takarítani, semmit nem tud. Én már kértem tavaly is például, amikor a Virágos Város mozgalom volt Tatán, hogy hozzanak már ide a pocsolyákba egy kis tavirózsát, hogy beültetjük, akkor a zsűri jöjjön ki az Újhegybe, meg tudom nekik mutatni, milyen gyönyörűen virágzik a parlagfő és az egyéb ilyen allergiát keltő növények, amik itt vannak. Kialakították az utcákat úgy, hogy autóbusz beállókat készítettek, ami sajnos ellenkezőleg megy a forgalom rajta, mert egyirányosították, úgyhogy meg se tud állni ott az autóbusz. A másik az, hogy 30 kilométeres övezet van, nem akarom mondani övezeti zóna, mert már az övezet van itt, de ezen kívül még kitettek, még ezen belül 30-as sebességkorlátozó táblát. Ugye? Nem tudom, több tízezer forintba kerül egy ilyen kereszttáblának az elhelyezése, fölösleges. Nagyon szépen megindult valamikor az Újhegy fejlődése. Örültünk, amikor ez a két vagy három bolt beleértve a fodrászt, beleértve azt a kiskocsmát és a nagy ABC-t megcsinálták. Nagyszerű volt, ide járt a lakosság vásárolni, és ez jól is ment addig, ameddig ABC volt. Utána, amikor maszek kézbe került, meg variáltak vele, váltották az embereket, tönkre ment. Most, hogy baumag vagy milyen boltot csináltak belőle, ez teljesen abszurdum, mert itt a lakosságnak egy része tud csak vásárolni, és aki ilyen cikket akart venni, az benne a városba jobban megkapta. Erre a boltra szükség volna még kitódani ezt a boltot egy hentes részleggel is, mert az Újhegy mostani lakossága ezt már igazán megérdemelni, hogy megcsinálják. Nekünk egyik legnagyobb gondunk a buszjárnak a kiterjesztése. Mert? Hát mert sok a nyugdíjas, sok az iskolás, sok a lépcső vasúton keresztül, és úgy gondolom, hogy közlekedés nem megoldott. Kell egy bevásárlóközpont, a utcáknak az aszfaltozása, csatorna, netán orvosi rendelő, netán gyógyszertár, ha egy héten egyszer, akkor egyszer, nem egész nap, csak időszakosan. Már 20 évvel ezelőtt azt ígérték, hogy meg fogják az utat csinálni, és a szemételszállítástól kezdve nincs ott csatorna, a vizet nagy nehezen meg tudták oldani. A gázt elhozták a negyedik dőlőig, ott ledugózták, de mivel kevesen voltak benne, sokba került volna, nem hozták be, illetve nem lett abból sem semmi, úgyhogy kimaradtunk mindenből. A legutóbbi esőzéseknél 40 centis sár volt. Az utakkal kéne a járdával is egy picikét odafigyelni, hogy vagy szórják, vagy takarítsák, mert ez rettenetes állapot. Én 3 hónapig nem voltam kint innen a környékről, mert nem merem megreszkírozni azt, hogy elcsúszom és összetöröm magam. Ha valaki megkönnyörült és bevásárolt nekünk, akkor volt, ha nem, akkor hát nehezen voltunk. Igen. De ez apró, pici kis probléma a sok millióshoz viszonyítva, de nagyon sok embernek a gondját oldanák meg vele. Nem mindenki jár autóval. Sokan vagyunk, akinek nincs. Két dolog nincs itt, amiért pedig mi nagyon harcoltunk. Az egyik a szennyvíz csatorna. Én azt hiszem, hogy ez a rész már megérdemelni a szennyvizet, de ami még ennél szomorúbb, hogy ha már egy városrész több mint 10 évig a sarad dagasztja. Hát akkor jó lenne, ha itt azért az utat is elkészítenék. Én nem azt mondom, hogy hiszen van a városban máshol is, a Mocsai út térségében, stb., de ezek a lakók megérdemelnek. Én ismerem őket jól, hiszen én voltam még tanácstag is, meg minden, szóval itt jártam, tehát jól ismerem. És szeretem őket, és tényleg én azt javaslom, hogy ha lehet, hogy a város, mert most adót is fizetünk, ugye házadót, eddig nem fizettünk. Hát ezért azt mi számon fogjuk ám kérni a várostól, hogy hát hova tette azokat a kis adófillérjeinket. Igen? És hát ha lehet ilyen fórumon, hát mi elmondjuk a véleményünket, és hát mi ezért harcolunk, és ezért támogattuk mi a képviselőnket is, ugye, a Zoltán. Mi ezért, hogy hát itt segítsen rajtunk, mert ez a lakosság nincsen. Kezdeném a busz járattal. Ezt megígértem, és úgy néz ki, hogy egy heteken belül meg is oldódik a kérdés, amerre a lakosok kívánják, arra fog menni a busz. Le lett adva 300 aláírással a buszjáratnak a útvonala, és ígéretet kaptunk. Végig jártuk az útvonalat, és ígéretet kaptunk a KPN-től, hogy megoldódik. Üzlethálózat, az nekem is egy örökzöld témám, és úgy néz ki, hogy
Hát megpróbáljuk a régi ABC helyén, ahol most Baumaxon cementet árulnak, megpróbáljuk visszaállítani a régi ABC-t, és szintén húsbolttal. Az a probléma, hogy az áfész kezelésében van az üzlet, és nem tudjuk, hogy ki a tulajdonos, mert végigjártam fél határt, és még nem tudom, mert lenne vállalkozó, aki megcsinálná, tehát meg is vásárolna az üzlet részt, és bővíteni is tudná. A Palatini úr friss húsa el tudná látni a lakosságot, ha meg tudnánk oldani az üzletnek a tulajdonba vételét. Agostyánba bevezettük, hogy friss kenyér és péksütemény. Reggel megállít 9-kor egy központba egy vállalkozó, aki idehozna a friss kenyeret, meleg kenyeret. Agostyánban már működik. Hát szeretnénk, amíg a bevásárló központi teje nem készül, hogyha van igény, akkor minden további nélkül ezt is el tudjuk intézni, hogy reggel ne kelljen a városba bemenni kenyér és süteményért, meg ami kell a háztartásba. Hát még tejet próbálunk, hogy addig valami megy. Mert ugye azért a szegény nyugdíjasok innét, mire lekutyagolnak oda, meg visszakutyagolnak, hát szóval. Ez abszolút mód. Úthálózat, igen, én ezt tavaly megígértem. Tavaly meg is volt a pénz rá, a saját erő a városnak. Sajnos valahogy nem tudom, a szitán átmente a pénz, mert mikor átvettük a hivatalt, egy kanyivas, nem magyarul, így nem volt a hivatalban, 30 millió kölcsönnel kezdtük az évet. Be van adva a pályázatunk a csatornáról és az úthálózatnak a megcsinálására. A Frankelleo utca az első helyen áll, mutattam is az uraknak a képviselő. Én nagyon harcolok érte, itt 40 lakásnak az úthálózata, bent van a költségvetésben minden. Hát most azon múlik, hogy megkapjuk a pénzt Pestről, a környezetvédelmi alaptól. Biztatnak, hogy igen, csak én attól félek most, hogy így a tiszai dolgok vannak árvízni, hogy lehet, hogy minden pénz oda megy. Nem tudom, ígéretet kaptunk, hogy megkapja a város ezt a pénzt. Akkor viszont az idén és jövőre teljes csatornázás, úthálózat, ez van tervbevéve, és ezt szeretnénk tartani. Annyi ígéretet azért tudok tenni, hogy a 4-es, 5-ös, 6-os dűlő, ahol térdigérő vájatok vannak, a honvédsége megbeszéltem, tehát törmeléket ki fogunk oda hordani, és le lesz engerezve, hogy be is lehessen menni az embereknek, mert azért ma ott is 40-50 éve emberek élnek, és télen még gumicsizmában se tudnak, lassan nem tudom, a helikoptertet kell rendelni, hogy be tudjanak menni a saját lakásukba. Én nem akarom a környező falvakat lebecsülni, ugye Agostyán Comódot, de ott megtalálható a körzeti orvosi rendelő, óvoda, iskola, rendőrség és egyéb szolgáltató üzletek, amit itt az Újhegyben nagyobb lélekszámnál nincsen meg. Itt a fölüljárón a Tavasz utca, nem tudom hány szám alatt van egy önkormányzati lakás, egy kétszintes, és úgy terveztük, hogy az alsó szintre, tehát megpróbálnánk egy orvosi rendelőt és egy gyógyszertárat mellé. Jó gyógyszertár, és volna is rá jelentkező, az emeletre viszont, tehát akkor már gyógyszertár, orvosi rendelő megvan, és azért elég nagy probléma a közbiztonság, azért nem szólt az urak. A rendőrségnél igény van legalább 2 darab rendőri lakásra, ők fizetnének is érte, és én úgy gondoltam, hát remélem véghez is tudjuk vinni, hogy a felső emeletre viszont egy rendőrcsaládot be tudnánk költöztetni, és az mindjárt ügyeletes is lenne itt, ha valami probléma van az Újhegyen, gyorsan föl lehetne hívni. Nagyon sokan emlegetik, hogy megállt a vízhálózat itt az 5-ös, 6-os dűlőnél. Igen, most a vízműve is tárgyaltam én. Az a helyzet, hogy ez a fővezeték, ami megy, az nem győzi onnét, tehát valahonnét Agostyányi útról akarnak, hát terve van véve, onnét akarják megtáplálni azokat a dűlőket, a 5-6-7-8, mert ez nem győzi ez a fővezeték, és ez kicserélni, az hatalmas munka lenne. Az itt állók hallották a képviselő úr válaszát a kérdésekre, a felvetődött kérdésekre. Önök szerint ez elfogadható volt, ez a válasz? Hát ezt majd a jövő fogja igazolni. Merjük remélni a legjobbakat. Mert mindenkinek itt egy életmunkája van a házépítésben, és semmi komfortérzete nincs, mivel kicsit elhanyagoltnak érezzük magunkat, nem is kicsit.
Erre az a válasz egyébként, önök tudják, bizonyára hallották, hogy rendkívül rossz helyzetben van a város, tehát kevés a pénz. Igen, igen, ezt is tudjuk. Tehát reményt nem szabad feladni. Azért jó ez a fórum, mert megismerik az illetékesek a lakosságnak a véleményét több irányból. És mivel kevés a pénz, pontosan az most a fontos, hogy a legdöntőbb dolgokra összpontosítsanak, és most már olyant is próbálok megcsinálni, hogy ne csak akkor, ha más honnan el tudunk venni, vagy a maradék pénzből, hanem legyen már ez az Újhegy a nagyságának, a lakosság létszámának megfelelően kezelve, és abba egyetért a lakosság, hogy fontossági sorrendben kezdjék meg a feladatokat végrehajtani, és lássunk belőle valamit. Ami viszont biztosan lesz Újhegyben, a Sorompon túl is, az a lomtalanítás. Szeretném felhívni a figyelmüket. Méghozzá április 22-én és 23-án lesz a lomtalanítás az Újhegyben, Tavasz utcán, Mindszenty téren, Újhegyi dűlőkön és az Agostyáni városrészben is. Egyébként pedig a polgármesteri hivatal közleménye szerint a tavaszi lomtalanítás április 12-én kezdődik. Elszállítanak minden magáningatlanoknál keletkező háztartási hulladékot, kerti hulladékot és egyéb berendezési tárgyat, amit nem visznek el. Az az építési törmelék, a szénpor, ezeket csak külön megrendelésre, konténert pedig konténerrel és díjazás ellenében. A lomtalanítás egyébként a lakosság részére teljesen díjtalan. Felhívják a tisztelt lakók figyelmét, hogy a lomtalanításra szánt tárgyakat a meghirdetett kezdési időpont első napján reggel 7 órára az ingatlanok elé legyenek szívesek kirakni. Természetesen a lomtalanítást körzetenként pontos időpontokkal a Tatai Televízió képújságában olvashatják. Egy programot is szeretnék, illetve több programot is a figyelmükbe ajánlani. A Magyar Nép legrégibb története a címe annak a sorozatnak, annak a sorozat első előadásának, amelyet március 24-én 17 órától a Magyari Zoltán Művelődési Központban hallgathatnak meg az érdeklődők. A Magyar Nép legrégibb története pedig a honnan jöttünk, honfoglalás, honvisszafoglalás kérdéseket boncolgatja. Az előadó Srót László történész lesz, nyugalmazott középiskolai igazgató. Egyébként pedig a sorozatot a Fellner Jakab Kulturális Egyesület a Magyar Államalapítás 1000. évfordulója alkalmából szervezi, és ebben az évben már 4 előadást láthatnak, hallhatnak az érdeklődők. Még egyszer az időpont, március 24-e szerda, és a Művelődési Központban találkozhatnak, akiket érdekel a téma. Április 1-én pedig egy kiállítás lesz a helyőrségi klubban. Vízúr László fafaragó kiállítását tekinthetik meg, a kiállítás dr. Lux András nyitja majd meg. Április 1-én 17 órakor kezdődik a kiállítás. És végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy a Sportked adását is figyelmükbe ajánlja, majd holnap este 7 órakor kezdődik itt a Tatai Televízió csatornáján. A Sportkedben Kapkodd a lábad játékos sorversenyről hoztak beszámolót kollégáim, az NB2-es TAC Komárom női kézilabda mérkőzésről, aztán a TTCKC Cegléd mérkőzésről, szintén kézilabda NB1-es, a hét futballmérkőzése a Lombard FC és Újpest összecsapása volt, stúdió vendége pedig kollégámnak Kaszály József, az Önkormányzat Idegenforgalmi és Sportbizottságának elnöke lesz. Az adás tehát holnap este 7 órakor kezdődik itt a Tatai Televízió csatornáján. Ha tavasz, akkor minden évben utazás. 97-98-99 kiállítás. Most már évek óta hagyomány, hogy különböző régiók mutatkoznak be, és próbálják komplett, úgymond komplett programokkal a régióba csalogatni a látogatókat. Nem csak külföldre, külföldi programokat választhatnak gyönyörű szép színes katalógusokból az érdeklődők, hanem belföldi programokat is. A Tatai, illetve a Komárom-Esztergom megyei filmet, azt a filmet, amelyen keresztül a kiállításon megforduló vendégek a megyét megismerhetik, a Tatai Televízió stábja készítette. Komárom-Esztergom megye legkisebb, de természeti értékeiben, látnivalóiban leggazdagabb megyéje Magyarországnak. A Vértes és Gerecse hegységek zöldellő lankáinak, az Európát átszelő Kék-Duna völgyének és a szélesen elterülő Tatai járokban végződő Kisalföld találkozásának páratlan látványa egyedülállóvá teszi. A Kárpát-medencében megtelepedő magyarok életét és sorsát meghatározó döntések, koronázások, csaták helyszíne volt. Így joggal emlegetik Magyarország bölcsőjeként.
A vérteszőlősi előembertől a reneszánsz csodákon és barokk épületeken át nyomon követhető a megye történelme századunk modern világáig. A római birodalom védelmi vonala, a limes, már az ókorban bekapcsolta ezt a területet Európa vérkeringésébe. Ma is meglévő, kiváló közlekedési adottságainak köszönhetően a sok látnivalót ígérő táj valamennyi részlete könnyen elérhető. Vonzó közelsége a fővároshoz, Budapesthez és Közép-Európa legnagyobb tavához, a Balatonhoz kalandozásra csábítanak. A megyét átszelő szelíden kanyargó M1-es autópályán mindössze 40 perces autózás ára juthatunk a megyeszékhelytől a fővárosig. Komárom-Esztergom megye kedvező domborzati viszonyai mellett speciális vízrajzi adottságai jelentenek kuriózumot. A Duna 80 km hosszan biztosít víziutat, kapcsolatot a világgal. Gyógyvizei, évforrásai, természetes és mesterséges tavai nyújtanak kikapcsolódást a gyógyulni, üdülni vágyók számára. A megye legnagyobb tava, az Öregtó, amely a vizek városának, Tatának ad egyedülálló hangulatot és szépséget. Induljunk el egy képzeletbeli barangolásra, és nézzünk képeslapokat Magyarország bölcsőjének sok látnivalót ígérő tájairól. Esztergom története a kezdetektől fogva összefort a magyarországi kereszténység történelmével. Itt született első István király, aki érseki székhelyé tette a várost 1001-ben megkoronázását követően. Évszázadok történelme követhető nyomon a város építészetén. A vár az ezres évek fővárosának arcát mutatja. A templomok és a művészeti irányzatokat híven tükröző épületek közül Esztergom szimbólumává az egykori Szent Adalbert székesegyház helyén az 1800-as években épült klasszicista főszékesegyház vált, mely Magyarország legnagyobb temploma. Lenyűgöző az épület monumentalitása, művészettörténeti szempontból pedig két oldalkápolnája jelentős. A város történelmi múltjának, látnivalóinak, vízisportjának köszönhetően mindig is vonzó célpontja volt a turistáknak. Egyedülálló barokk épületegyüttes a kamalduli szerzetesek egykori majki lakhelye. A kamalduli szerzeteseket a tatai uradalom gazdája, gróf Eszterházy József telepítette le Majkon 1733-ban. Ekkor kezdődött a nagyszabású építkezés Franz Anton Pilgram osztrák építész vezetésével. Az építkezéshez a környei római erőd, az oroszlánkő és gesztesvárak, valamint a vértes szentkereszti bencés kolostor köveit is felhasználták. A lakócellákat főúri családok anyagi támogatásából építették. A templom építése 1753-tól 17 éven át tartott. 1782-ben II. József feloszlatta a rendet. Majk a királyi kamara kezelésébe került. 1959-ben nyilvánították műemlékké, 1985-ben pedig felvették a Magyarországi Kulturális Örökség listájára. Majk és csodálatos épület együttese, a Vértesi Tájvédelmi Körzet része, nyáron zenei programok festői háttere. Komáromot az erődök városává stratégiailag fontos fekvése alakította. Európában egyedülálló erődrendszere az 1800-as években épült. A monostori erőd Dunát uraló rondellája meghökkentő látványt nyújt. Az építészek kiváló munkáját dicséri az a hallatlanul nagy precizitás, amely az óriási védelmi rendszer szinte minden szegletében nyomon követhető. A kettős katakomba rendszerrel és árkokkal védett erődítmény kívülről teljesen láthatatlan. Kiemelt műemlékké nyilvánították, ezért kizárólagos állami tulajdonban van. Komárom legfőbb idegenforgalmi vonzereje napjainkban a termálfürdő. A víz hőmérséklete és összetétele alapján fürdő és ivókúrára egyaránt alkalmas. Mára már valóságos üdülő negyed alakult ki a fürdő környékén. A város életét meghatározza határváros mi volta. Az Erzsébet híd köti össze a Duna két partján Észak-Komáromot és Komáromot. Rédét már az 1200-as évektől említik az oklevelek. 1780-ban Esterházy Imre építtetett kastélyt.
A kastély, melyet mindig laktak, átvészelte századunk két világháborúját, míg 1947-ben egy padlástűz következtében égett le. A kastélykert, mely ma parkerdőként a község védett területe, részleteiben most is őrzi régi szépségét. A katolikus gróf a református faluban a kastélykertbe építetett templomot. Barokk stílusban, homlokzati fülkéjében Szent Péter szobrával. 18. századi falfreskóján Szent István ajánlja fel a koronát Máriának, kíséretében Szent Imre herceggel. A templom belső főoltárképe a Kálvária ábrázolása, Anton Sunkó műve. Az oltár előtt a családfő Eszterházy Imre síremléke. Karrarai márványból készült gyermeksíremlékek. Az Eszterházy kislányok egy tífusz járvány áldozatai lettek a múlt század végén. Tardos a Gerecse-hegy délnyugati tövében fekvő, jórészt szlovák nemzetiségű ősi település. Második András, a jeruzsálemi, ahogy tudós Bél Mátyás több mint 2,5 évszázaddal ezelőtt írt könyvében jegyzi, 1218-ban adományozta a falut az esztergomi érsekségnek. Egy 100 évvel későbbi úti könyvben pedig Tardos, s a környék legnagyobb kincseként, a település Gerecse-hegy alatt lévő márványbányáit jelölik, melyek oly gazdagok, hogy haszonbérlőik csak nem fél Magyarországot innen látják el. A különféle itt festett ragyogó színű, a köznyelvben gyakran márványként emlegetett mészkő, különösen híres attól, hogy simítás után is szerteágazó erek szövik át. A megbontott Vöröslőhegy s a falu között pedig igazi kikapcsolódást jelent a városból érkezőknek a környék természeti ékessége, a Malomvölgy. A festői szépségű helyen minden együtt van, ami lelket, testet pihentethet. Hegy, erdő, na és persze a tó. Gyarmat derék puszta. Vidéke hegyes, erdős, de van szép szántóföldje, nagy majorsága, kastélya, uradalmi tisztilaka, szeszgyára és vadaskerti is. Írja a részben katolikus, részben református településről 1848-ban Fényes Elek úti könyve. A majorság, a szeszgyár és a vadaskert már a múlté. De a település, melynek kialakításáért, fejlesztéséért Sándor Móricz kegyúr oly sokat tett, még ma is a legszebbek közül való. Nem csak a cél jelent valódi élményt, hanem az út során akár autóval, akár kerékpárral haladnak, minden évszakban kísérő utitás kilométerről kilométerre, a csodálatos természeti táj, mely hosszabb, rövidebb pihenőre is csábítja az útnak indulót, gombászásra kínálkozó rétjeivel, barangolásra hívó tiszta szép erdeivel. Gyarmatpuszta ékes környékén hódolt vadászati szenvedélyének a legendás gróf Sándor Móricz. Vadászkastélyát felújították, most is ott áll a valamikor 8 kilométeres kőkerítéssel körbevett birtokon. Az ápolt park magaslati pontjairól megejtően szép kilátás nyílik a dombokkal körülölelt pusztára s a gótikus stílusban épült kiskápolnára. A középkor derekán Zsigmond király felfedezte, s az őt követő uralkodók számára is kedvelt tartózkodási helyé vált Tata, a vizek városa. Legvonzóbb látnivalói az öreg tó, partján a 15. században épült vár, az eszterháziak által kialakított cseketó, melyet koszorú alakban vesz körül Magyarország első angol kertje, a 14. századi eredetű kápolna a Kálvária dombon, s a messzeföldön híres geológiai múzeum. Tata egyik legékesebb része az angol park, amely az 1780-as években Böhm Ferenc mérnöki tervei alapján a birtoktulajdonos Eszterházy család megbízásából alakítottak ki. Faritkaságai, az angol kertekre jellemző romantikus több száz éves műromok egyedülállóvá teszik a parkot. A tatai vár kiemelt műemlék, amelyet luxemburgi Zsigmond építtetett és diplomáciai központként használt. Lovag termében található a budaihoz hasonló kályha különlegesség, a lovag és angyal alakos cserépkályha. A várat először Mátyás építette át, igazi uralkodói pihenőhelyé alakította, ahol húsvét és pünkösd ünnepekor főuraival rendszeresen fényes halászatokat és vadászatokat rendezett.
A vár következő átépítése már az Eszterháziak nevéhez fűződik, akik megépített kastélyuk mellett romantikus építménnyé formálták. Ezt a képet őrzi ma is. Termei ma állandó és időszakos kiállításoknak adnak otthont. Belső udvara izgalmas szabadtéri díszletként is szolgál egy-egy zenei program vagy színházi előadás kapcsán. Fellner Jakab építőmester, aki szintén az Eszterháziak szolgálatában állt, számos nagyszabású munkája ma Tata féltve őrzött kincse. A tatai nyár legrangosabb eseménye az évről évre megújuló Víz, Zene, Virág Fesztivál. Minden évben más mottóval szól a víz, a zene, a virág nyelvén a több tízezres publikumhoz. Színvonalas művészi előadások, tárlatok, koncertek egész sora jellemzi e mindig június utolsó hétvégéje megrendezett fesztivált. A virág nyelv örök, és a virágkötők ezt a nyelvet jól beszélik. A várudvar megtelik élettel, korhű jelmezek, kézműves kirakodóvásározók, komédiások forgataga ragadja magával az ide látogatót. Az igényesen megválasztott műsorszámok, programok mára már országos hírűvé tették a fesztivált. S a rendezők joggal büszkék arra, hogy aki egyszer megismerte a Vízzenevirág Fesztivál élményét, évről évre visszalátogat. Komárom-Esztergom megyében található hazánk egyik történelmi borvidéke, a Neszmélyi borvidék. A melegesi pincészet lankáin termett szőlő kiváló minőségű mustjából érlelődik a táj zászlósbora, a Neszmélyi olasz Riesling. A történelmi vidéken Zsigmond király borlovagrendje őrzi, vigyázza az itt termett borok minőségét. A rend a borkultúra elterjesztésén túl a hagyományok őrzéséről is gondoskodik. Az avatási ceremónia dallal, verssel, esküvel, borkostolóval országos eseménynek számít. Helye a tatai Zsigmondvár lovagterme. A lovagok öltözéke a múltat idéző tájegységre jellemző viselet. Elkészítésük nagy körültekintést és szakértelmet igényel. A boros pincék hangulata a kiváló minőségű világhírű borok maradandó élményt nyújtanak az ínyenceknek. A téli bábolna egyedülálló hangulatot sugall. 1789-ben alapítottak ménes birtokot itt, amelynek sorsát hosszú évtizedeken át a lótenyésztés határozta meg. A katonai méntelepet, a bábolnai kancákat arab ménekkel keresztezték, és értek el világra szóló eredményeket. A ménes birtok fénykorát az 1800-as évek közepén érte el. Napjainkban a magyar agrárium egyik legfontosabb szereplőjévé vált Bábolna részvénytársaság továbbra is ápolja tradícióit. Arab telivér istállóiból nemzetközi versenyek díjnyertes ménei és kancái kerülnek ki. Az országban egyedülálló a Bábolnai Kocsi Múzeum, amely évszázadok lovaskocsi divatjának keresztmetszetét mutatja. A fedett lovarda színvonalas bemutatók helyszíne. Igazi kuriózumnak számít a Ménes udvar, ahol szakmai programok esetén megcsodálhatók a lovas harsonások, és felvonul a világhírű bábolnai ötös fogat. A megfáradt, megéhezett turista hol másutt, mint az ötös fogat étteremben pihenhet meg. A Vértes és Gerecse erdei kellemes terepet jelentenek a vadászatot kedvelők számára. A tölgyesek, bükkösök és csalitosok a szarvas és az őzvadászatán kívül különleges élményt is nyújtanak. A megye kiváló vadászai által irányított vaddisznólesek és vadászatok a legigényesebb vendégek kívánalmait is kielégítik. A muflon és a róka szintén honos ezen a tájon. Egészen más jellegű vadászélményt nyújtanak a vadkacsa és vadlúd vadászatok. Az év szinte valamennyi szakában az ősi szenvedély hódolói méltó helyszínt találnak a Vértes és Gerecse nesztelen erdeiben. A megye vadvizei, halastavai a horgászokat várják kultúrált környezetükkel és bőséges halállományukkal. A megye vízrajzi adottságainak köszönhetően számtalan kikapcsolódási lehetőséget kínál a vízi sportok szerelmeseinek. A Duna holtágainak vadvízi túráin szinte megáll az idő, csak az evezők csobbanása jelenti a zajt. A tatai öregtú kajakkenu versenyein pedig forra víz a hajók alatt. A dagadó vitorlavásznak feszülő kötelek megint egy más világot idéznek.
számtalan strand és fürdő áll a pihenés szolgálatában. Az extrém sportok kedvelői, például a sziklamászók, a tardosi Malomkő bányában olyan terepet találhatnak, amely nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Komárom-Esztergom megye legcsodálatosabb tájain halad végig a nemzetközi kerékpárút. A két kerék szerelmesei állítják, párját ritkítóan szép szakasz a miénk. S amire büszkék az itt élők, hogy Tatán, a Cseketó partján található az olimpiai edzőtábor. Itt készülnek fel Magyarország élsportolói egy-egy világversenyre. De kanyarodjunk vissza az amatőr sporthoz, hiszen Parányi, ám csodálatos megye, rengeteg látványt és élményt nyújt azoknak is, akik csak egyszerűen túrázni szeretnének.